Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Különös Történetek. Nos, ismét itt vagyunk egy újabb epizódban, amelyben én ismét elhoztam nektek 5 történetet, amelyek közül nektek ki kell találnotok, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis. Ez, mint mindig, a videó végén ugye ki fog derülni. Mint láthatjátok, most nincsen rajtam szemüveg, gondoltam, most megint kipróbálom itt szemüveg nélkül, hogy a zöld háttérrel ne kelljen annyit bajlódni. Aztán meg majd kiderül, hogy mi lesz. De ha egy kicsit bambán bámulok így felétek, akkor az azért van, mert tényleg alig látok valamit. Ha valaki esetleg nem ismerné a sorozatot, akkor az nézze meg az előző részeket is, epizódokat is, mindegy, illetve magát a Rejtélyes Igazságok című műsort is. Igazából ez a Különös Történetek is annak köszönhetően jött létre, mármint a Rejtélyes Igazságoknak köszönhetően jött létre. Ha pedig ismered a sorozatot, és szereted is, hát sokszor szoktátok írni, hogy mikor lesz már Különös Történetek, hát most éppenséggel van. Úgyhogy a lényeg, hogyha szereted a sorozatot, akkor támogassál meg minket egy lájkkal, dobd meg egy lájkkal, hogy ezzel is biztass engem, hogy Geri, készüljenek már azok az Különös Történetek epizódok, jó van? Plusz, ha valamilyen formában követed a csatornát, de még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek szépen iratkozz fel a csatornára, ezzel is támogatva engem, illetve magát a csatornát, ugye csatorna? Így van, te dagadszar. Az előző videóban egyébként már említettem ezt a lájkolós, feliratkozós dolgot ugye a videó elején, és hát mondhatni lenyűgöztetek engem, ugyanis több lájk jött, mint ahogy én azt gondoltam már, mint így a statisztikákat nézve, illetve egy kicsit megugrott a feliratkozásoknak a száma is, ugye így az elmúlt napokhoz, hetekhez, hónapokhoz képest. Úgyhogy továbbra is nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek ezeket a dolgokat, igazán megmelengeti a szívemet. És hát akkor ne is húzzuk tovább, vagyis hát nem is húzom tovább az időt, lássuk is az első történetünket, amelynek a középpontjában lényegében egy kislány áll, aki hát mondjuk úgy, ő különös dolgokat művel. Nos, nagy valószínűséggel minden szülőnek vannak érdekes történetei a gyermekeiről, most hogy ezekre a történetekre büszkék-e a szülők vagy sem, az már egy másik kérdés, ám a lényeg, hogy egy édesanyának, név szerint Harpernek szintén történtek érdekességek a kislányával kapcsolatban, és ezeket az érdekességeket meg is osztotta velünk. Harper elmondása szerint, amikor a lánya, név szerint Elizabeth, még gyerek volt, különös dolgokra, vagy legalábbis egy különös dologra volt képes, ha felidegesítették őt, akkor valami mindig összetört a közelében, és bizony ez nem azért volt, mert Elizabeth a földhöz csapkodta, vagy más egyéb dolgokat művelt ezekkel a tárgyakkal, hanem ezek a tárgyak váratlanul maguktól összetörtek, vagy éppenséggel megsérültek. Harper elmondta, hogy egy alkalommal egészen pontosan egy reggel a konyhában voltak, Elizabeth valamiféle süteményt szeretett volna falatozni, ő, vagyis Harper ezt nem engedte meg neki, ennek köszönhetően Elizabeth nagyon mérges lett, és abban a pillanatban, hogy Elizabeth mérges lett, Harper csörömpölést, vagy legalábbis valami hasonló hangot hallott a szekrényből. Harper meg is nézte, hogy mi történt, és látta, hogy az egyik tányér, ami egyébként a helyén volt, több helyen is elrepett, ugye igazából úgy, hogy nem történt vele semmi. Harper állítása szerint, miután Elizabeth felnőtt, nem fordultak elő hasonló dolgok, ám ettől függetlenül azt mondta a lánya pasiának, hogy ha lehet, akkor ne idegesítse fel Elizabeth-et. Elképzelhető, hogy hallottatok már hasonló történeteket, így elképzelhető, hogy ez a történet igaz, de lehet, hogy pont ezért nem az, lehet voksolni, de addig is lássuk is a második történetünket, amelynek a középpontjában egy kisfiú, illetve most kapaszkodjatok meg, a matematika áll. K
Kezdjük ott, hogy a matematikát sokan nem szeretik, köztük például én sem, de attól függetlenül, hogy valaki nem szereti, nem érdemes hanyagolni, még akkor sem, ha nem túl jó benne az ember, leginkább ezt most ugye a sulis időszakra értem, de igazából az élet bármely más szakaszára is érthetném. A lényeg, hogy a mostani történetünk főszereplője egy általános iskolás srác, név szerint Márk, mondhatni utálta a matekot, egyáltalán nem volt jó benne, ezt a jegyei is igazolták. A matek tanár elmondása szerint Márk sosem próbált meg puskázni, ami, mint ahogy a tanár említette, egy igen dicséretes dolog, ám erre nem lehet csillagos ötöst adni. Ez nyilván érthető, így a matek tanár Márk szüleivel együtt valami más megoldást szeretett volna keresni. Ám ha jól értelmeztem, sem a korepetálások, sem más egyéb nem segített. Hogy mik voltak a más egyebek, azt nem tudom. Minden esetre Márk egy napon meglepő módon egészen jól teljesített a matek órán, gondolom nem egyes lett a dolgozata, bár ezt nem írták, így nem tudom pontosan, hogy mi történt, de a szülők, illetve a matek tanár is elégedett volt a fejlődéssel, ám ettől függetlenül azért mindenki kíváncsi volt arra, hogy minek volt köszönhető ez az egész. Mivel addig semmi sem segített Márknak a mondjuk úgy fejlődésben, ezért szerintem érthető volt a kíváncsiság, de a válasz már kevésbé, ugyanis Márk elmondása szerint valaki az álmában, mármint az álma közben tanította őt matekozni, és így minden egyes nap egyre ügyesebb lett. A matek tanár elmondása szerint Márk azt állította, hogy egy hosszú, fekete hajú, vékony bácsi tanítja őt matekozni, nyilván ugye az álmában. Természetesen a szülők, illetve maga a matek tanár nem hitték el ezt az egészet, ám örültek neki, hogy Márk, mondhatni, zseni lett matekból. Először is ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, másodszor elképzelhető, hogy mégis az, harmadszor pedig lássuk a harmadik történetünket, amelyben egy nagypapáról, illetve az unokájáról, meg hát még erről arról lesz szó. Biztos mindenkivel előfordult már olyan, hogy összeveszett és ezt követően nem állt szóba a nagyszüleivel, még annak ellenére sem, hogy nagyon szerette őket, emberek vagyunk, megesik az ilyesmi, mondhatni hasonló dolog történt egy fiúval, név szerint Everettel is, aki a szüleivel, illetve a nagypapájával élt együtt, mivel a leírtak szerint ez időtájt Everett még fiatal volt, ezért ez nem annyira meglepő, ám az talán már annál inkább meglepő, hogy a nagypapája Everett elmondása szerint mindenféle ok nélkül utálta őt, legalábbis nagyon úgy tűnt, ugyanis a leírtak szerint a nagypapa sosem szólt hozzá Everetthez, nem köszönt egyebek, ugye mivel Everett még gyerek volt, ezért a szülei kötelezték őt, hogy ő ennek ellenére köszönjön a nagypapájának, sőt elmondta, hogy időnként le kellett ülnie a nappaliban, ahol a nagypapa a legtöbbször időzött, és el kellett mesélnie, hogy mi történt az iskolában, mit tanultak, meg egyebek, ugye ezt úgy, hogy a nagypapát ez marhára nem érdekelte, ám Everett állítása szerint nem ez volt a legrosszabb az egészben, hanem az, hogy a nagypapája igen sokszor lábon ütötte őt a járóbottyával, legalábbis ha jól értelmeztem, akkor valami ilyesmiről volt szó. Everettnek ehhez egyébként semmi rosszat nem kellett tennie, csupán kapta az áldást, elvileg mindig a jobb lába volt a célpont, és ez azért is érdekes, mert miután Everett középiskolás lett, egy napon motorozás közben balesetet szenvedett, jobb oldalról belement egy autó, ám Everettnek mondhatni meglepő módon semmi baja nem esett. A balesetet követően az orvosok kiderítették, hogy Everett lábában a csontok olyan szinten megvannak erősödve, hogy lényegében képesek voltak átvészelni a balesetet. Bár nem volt rá bizonyíték, Everett mégis úgy gondolta, vagy gondolja, hogy ez az egész az azóta már elhunyt nagypapájának, meg hát nyilván a járóbotjának volt köszönhető. Kizárt dolog, hogy ilyen létezik, de hát ezért is különös ez a sorozat, mert lehet, hogy aztán mégis létezik ilyen, mondjuk lehet, hogy a ti számotokra ez a történet nem volt annyira megdöbbentő vagy érdekes, mint az én számomra, de hát az már egy másik kérdés, úgyhogy lássuk is a... mehanyadik történetünket? Úgyhogy lássuk is a negyedik történetünket, amelyben egy illető, hát egy igen hosszú kocsikázást követően beszeretne térni egy kajáldába kajálni, ám ez a kajálda, hát mondjuk úgy, ráhozza a frászt.
Nem mindig kellenek szellemek, kísértetek meg egyebek ahhoz, hogy megrémüljön az ember, néha ehhez egy üres épület vagy üres helyiség is elég, legalábbis a mostani történetünket tekintve. Nos, a lényeg, hogy egy illető név szerint Dominik egy állítólag igen hosszúra sikeredett kocsikázást követően úgy döntött, hogy betér egy kajáltába, falatozik valamit, mivel egy számára mondhatni ismeretlen városban volt, ezért a Google Maps-en járt utána, hogy hol is található a kedvenc kajáldája, vagyis hát nem biztos, hogy a kedvence volt, de ez most mindegy. A lényeg, hogy miután megtalálta a kajáldát, amely egyébként a város közepén állt, leparkolt, majd bement, hogy rendeljen valamit, csak hát az volt a probléma, hogy a hely üres volt. Egészen pontosan nem volt személyzet, nem voltak vendégek, nem volt senki, aki sorban állt volna, evett volna, ivott volna, sőt a leírtak szerint még szakácsok sem voltak. Ezzel ellentétben viszont az asztalok tele voltak félig elfogyasztott ételekkel, italokkal, táskák meg egyebek hevertek itt-ott, mentek a tévék, sőt még a kaják is készülőben voltak, egészen pontosan sültek a hamburger húsik, csak hát ugye nem felügyelte őket senki. Dominik elmondása szerint ez az egész olyan volt, mintha a kajáldában lévő emberek egy szempillantás alatt csak úgy eltűntek volna. Dominik ennek köszönhetően elképesztően megrémült, ki is rohant a helyről, be is pattant a kocsijába, és annak ellenére, hogy éhes volt, csupán csak néhány száz kilométer vezetés után volt hajlandó arra, hogy újra megálljon. Nem tudom egyébként itt mi volt a baj. Szépen kellett volna kajálni egyet, meg szlopálni egyet, nyugiba menni tovább. És hát akkor nyugiba menjünk mi is tovább, és lássuk is az utolsó történetünket, amelynek a középpontjában hát lényegében egy kutya áll. Kirándulni tök jó dolog, mondjuk én nem szoktam, de ez nem változtat a lényegen, szóval kirándulni tök jó dolog, kivéve ha megtámad egy medve, vagy más hasonló nem kívánatos állat, de hát ez nem mindig fordul elő, tehát ettől nem kell annyira tartani, ám tény, hogy egyes kirándulások alkalmával történhetnek szokatlan, meg érdekes dolgok. Valami ilyesmi történt egy családdal is, akik egy napon kirándulni mentek, a leírtak szerint általában ugyanazokat a helyeket látogatták, magyarul ritkán fordult elő, hogy olyan helyre mentek, amit nem ismertek, ám ezen a napon pont egy ilyen számukra ismeretlen helyre, valami nemzeti parkba látogattak, ami a család egyik tagja, Adriel elmondása szerint gyönyörű volt, ám nem azért vált emlékezetessé ez a kirándulást, mert gyönyörű volt a hely, hanem azért, mert történt egy számukra megmagyarázhatatlan dolog. Adriel elmondta, hogy nem sokkal azután, hogy leparkoltak az autóval, majd elindultak az erdőbe, egy kutya bukkant fel a közelükben, egy teljesen hétköznapi kutya, állítólag látszott, hogy nem egy kóbor kutyáról van szó, volt nyakörve, ápoltnak tűnt egyebek, sőt Adriel elmondása szerint igen barátságos is volt a kutyus, így a családot nem is zavarta, hogy lényegében velük tart. Gondolom azt hitték, hogy a gazdája vagy gazdái is a közelben vannak, bár ezt Adriel nem említette, így ez nem biztos, ám néhány kilométer megtétele után a kutya viselkedése megváltozott, vad ugatásba kezdett, Adriel elmondása szerint olyan volt, mintha a kutya figyelmeztetni akarta volna őket valamire, tudjátok, mint például, hogy vad van a közelben, ám kiderült, hogy inkább mutatni szeretett volna valamit, ugyanis a kutyának a furcsa viselkedése ellenére, vagy lehet, hogy pont annak köszönhetően, sikerült elvezetnie a családot egy az ösvénytől nem messze fekvő, eszméletlen állapotban lévő, sérült férfihoz. Természetesen a férfinek így sikerült megmenekülnie. Adriel elmondása szerint először azt hitték, hogy a sérült illető a kutyának a gazdája lehet, ám az esetet követően a kutya egyik pillanatról a másikra egyszerűen eltűnt, amiben igazából semmi különös nem lenne, de miután Adriel és a családja megemlítette a dolgot a helyi vadőröknek, kiderült, hogy az a kutya, amit ők is láttak, már több bajba jutott emberen is segített a környéken, ám minden eset után nyomtalanul eltűnt. Nos, végig is értünk a történeteinken, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, lássuk, hogy melyik történet volt az, amelyik igaz, illetve melyik történet volt az, amelyik nem. Első történetünkben
Egy anyuka név szerint Harper elmondása szerint a lánya még fiatalként egy különleges képességgel rendelkezett, ugye ha mérges lett, akkor valami mindig összetört a közelében, és ez valóban így volt, ugyanis az állítások szerint ez valóban megtörtént, így ez a történet igaz. Második történetünkben Marknak gyűlt meg a baja matematikával, ám miután egy ismeretlen személy elkezdte őt tanítani az álmában, minden megváltozott, Mark lényegében egy matek zseni lett, vagyis pontosabban lett volna, ugyanis ezt a történetet én találtam ki, így ez a történet hamis. Harmadik történetünkben Everett jobb lába lett mondjuk úgy erősebb, a nagypapájának és a papa járóbotjának köszönhetően, így Everettnek sikerült is megúsznia egy balesetet, vagyis pontosabban sikerült volna, ugyanis az előzőhöz hasonlóan ezt a történetet is én találtam ki, így ez a történet hamis. Negyedik történetünkben Dominik falatozni szeretett volna, ám a kajálda, ahová bement, teljesen megrémítette őt, ugyanis a helyen nem voltak emberek, lényegében olyan volt, mintha mindenki mindent hátrahagyva egyszerre tűnt volna el a helyről, és bizony valami hasonló dolog történhetett, ugyanis az állítások szerint ez valóban megtörtént, így ez a történet igaz. Utolsó történetünkben egy család kirándulni ment, a kirándulás alkalmával találkoztak egy kutyával, ami ezt követően elvezette őket egy sérült férfihoz, mint kiderült, már több hasonló eset történt a környéken, ám a kutya minden eset után nyomtalanul eltűnt, vagyis pontosabban eltűnt volna, ugyanis ezt a történetet én találtam ki, így ez a történet hamis. Nos, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ha ez így van, akkor esetleg nyomjatok rá egy lájkot, ha ezt még nem tettétek meg, illetve ha gondoljátok, osszátok meg az ismerőseitekkel, haverokkal, családdal, egyebekkel, plusz, ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor iratkozzatok fel, természetesen akkor, hogyha még szeretnétek ilyen videókat látni, vagy hasonló videókat látni. Ja, meg hát pluszban nyomjátok be a csengettyűt is, hogyha szeretnétek értesítéseket is kapni az ilyen csodálatos videókról. És hát akkor én még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!